tél végén az ember alig várja, hogy jó idő legyen, és újra kezdhesse a kertészkedést. Nagyon sokszor ilyenkor átépítjük a kertünket, új koncepciókat valósítunk meg. Ehhez azonban mielőtt nekiállnánk, feltétlenül érdemes egy kicsit szakmailag tájékozódni, elolvasni egy-két szakkönyvet, és aztán, hogyha némi ismeretre tettünk szert, akkor a növényeket nagyon okosan megválogatni. A legnagyobb baj az ilyen úgymond amatőr kertészkedésnél, amatőr kerttervezésnél, hogy azokat a növényeket választják ki az emberek, akik nekik legjobban tetszenek, képek alapján, és aztán kiderül, hogy az egyik növény tavasszal virágzik szépen, a másiknak ősszel van szép lombja, ősszel van szép termése, tehát nem egyszerre olyan szépek, nem lehet olyan szép kompozíciókat kialakítani. Másik pedig, hogy nem veszük figyelembe, hogy mik az igényeink. Milyenek a feltételeink a kertben. Tehát azt tudni kell, hogy milyen a kertem talaja, tehát ajánlatos mindenképpen egy talajvizsgálatot végezni. Tudnom kell, és fel kell mérni, hogy milyen mértékben tudom fenntartani a kertet, mennyit tudom gondozni, mennyit tudok vele foglalkozni. Ismernem kell, milyenek a tápanyagviszonyok, tudnom kell, hogy a kertben hol van árnyék, hol van fény, a fényigényes növényeket nem árnyékba ültetem, az árnyék tűrőket nem a napra. Ezek alapvető szabályok, és alapvető szabály még azt mondanám, hogy a hasonló igényű növényeket egy helyre kell ültetni. Mert hogyha egy helyre ültetek egy szárazságtűrő és egy vízigényes növényt, akkor vagy az egyiket öntözöm túl, vagy a másikat öntözöm alul, az egyik mindenképpen rosszul jár. Tehát ilyen alapvető hibák aztán megnehezítik a fenntartást. Vigyázni kell arra is, hogy magas növényeket, olyan növényeket, amik erősen terjednek mondjuk, ne tegyek egy olyan mellé, amelyeket könnyebben elnyomnak, és hasonló ilyen szabályokat, és akkor nagyon sok örömünk lesz. Kertépítői napot tartottunk ma a Safruba. Úgy a hagyományos kert, úgy a feng shui kertet szerettük volna a vásárlóinknak bemutatni. Két kollégánk volt itt, akik nagyon jól elmagyarázták, hogy melyiknek mi az előnye, hogy kell csinálni A-tól Z-ig egy szép kertet, mire kell nagyon odafigyelni, és ezt nagyon jól elmesélték. Nagyon sok mindennek meg kell felelnie ahhoz, hogy valóban egy harmonikus kertünk legyen. Jövő hétvégén viszont még érdekesebb dolog lesz a Safruban. Fűszernövényeket fogunk ajánlani a vásárlóknak, bio fűszernövényeket, ami azt jelenti, hogy már a földjében sincs semmi műtrágya, semmi tápanyag. Ez azért fontos, mert biztos, hogy teljesen tiszta, nagyon finom, egészséges fűszernövényekkel tudunk főzni. És mindenkinek ajánlom a fűszernövényt, mert ha csak balkonládája van, oda is tudjuk ajánlani, ha kertbe ülteti, oda is tudjuk ajánlani, és egy mesterszakács lesz itt, akit előre bepácolt húsokhoz fűszereket fog ajánlani, és itt kóstoló lesz. És mindenkit nagyon szeretettel várunk.